Jól figyeljétek az eget, ahonnan a kutyák is jöttek. Segítség! Vigyázzatok! Nagyon vigyázzatok! Lehet, hogy egyszer két négylábú lény sétál be hozzád, és valaki épp a te szomszédodban fogadja őket örökbe, nem törődve azzal, hogy ők... Mi? És Perli? A földön kívüli kutyák! Teljes életnagyságban! A félelem szárnyain. Lucy! Ide tudnál jönni egy percre? De előbb megkérlek rá, hogy vidd ki a kutyákat. Vigyem ki a kutyákat? Ó, nos, rendben. Nekem itt valami bőzlik. Ethel nénikét korábban érkezett, és tovább ment vakációzni. És nekünk kell vigyáznunk Conanre. Pontosan. Mi a magasságos ég lehet ez az izé? Olyan, mint egy régi tolseprű, és elég vézna is. Ennek ellenére rácsok mögött tartják egy ilyen kis termetű lényt. Ez csak azt jelenteti, hogy erős. Lucy, egy percig se feled. Conant mindig tarts távol a kutyáktól. Természetesen, apa. Semmiképp sem hagynám, hogy közel menjenek hozzá. Biztos nagyon erős lehet. Ha mi is ilyen erősek lennénk, akkor sima izomerővel visszaüthatnánk a kutymó bolygóra. Pontosan hogy is? Hallgassék, kezdtek izgatott lenni. Ethel madáreledelt is hozott. Ide kell beletölteni. Ne feledd, mindig legyen tele. A kis vakarsnak meg kell őriznie az erejét. Valahogy szereznünk kell azokból a magvakból. Szia, apa! Remélem, még nem késtem el a suliból. Az a fránya ébresztő óra. Rendben, valakinek ki kell hozni a kalitkából a magvakat, és én rád szavaztam pont. Mit képzelsz rólam, hogy megőrültem? Egy lépéssel sem mennék közelebb ahhoz a szörnyetekhez. Mindegy, nem is kell, csak azt az eledeles dobozt kell megszereznünk. Bingo! Megvan! Hú, ez meleg helyzet volt. Rendben, hamarosan szupererőre teszünk szert. Nos, semmi említésre méltó hatás. Azt hiszem, nagyobb adagot kell bevenni. Óvatosan, Perry! Érzed már a hatást? Még nem. A kutya fáját. Frank és Lucy élve fognak megnyúzni ezért. Csak egyetlen dolgot tehetünk. Lemásoljuk. Arra nincs idő. Eljátsszuk az elrablásodat, Conannak álcázod magad, bemászol a kalitkába, és életünk végéig így fogunk élni. Fogd be, Nick. El kell kapnunk azt a tollas izét, és vissza kell hoznunk. Perry, miért vagyok még mindig az öletben? Ott van! Most hogy hozzuk le onnan?
Gyere le! Azonnal gyere le! Gyere le! Gyere le! Akár tetszik, akár nem. Egyikünknek fel kell mászni a fára. Egyikünknek? A te ötleted volt. Én nem megyek közel a szörnyetekhez. Köszönjük, nagy segítség vagy. Született túlélő vagyok. Azt hiszem, még soha nem féltem ennyire, amióta... nos, végül is soha. Ó, ne nézd le! Mr. Smith figyel minket! Tudom, miben sántikáltok ti földön kívüli korcsok. Megszerzem a bizonyítékot, amivel örökre lecsuktak titeket. Videófelvétel készítek. Oké, elment. Igyekezz, mász fel a fára! Na tessék, már megint itt van! Ebben az esetben fortéra van szükségünk. Nagyon jól áll, Ziggy. Ezzel a szerkezettel bármilyen csontot megtalálsz a környéken. Rájöttem, hogy a legjobb út, ha balra kanyarodsz az almafánál, és a park felé veszed az irányt. Ja, és ha valaki követ, akkor mondd azt, hogy... Mr. Smith. Igen? És most rohanj gyorsan! Ó, igen, végre, visszavághatok. Be tudom bizonyítani, hogy igenis léteznek földön kívüli kutyák. Azt hiszem, ezt megoldottuk. Igen, de még most sem tudjuk, hogy közelítsük meg azt az izét a fán. Éles és veszélyes csőre, valamint halálos karmai vannak. Hát persze, ez az! Szaladhatsz, de előlem nem tudsz elbújni, te kis vakarcs. Íme az én megbízható, eddig teljesen elhanyagolt mágneses készülékem. Jó, ha van kéznél egy ilyen, nem? Kapcsold ki, Peri! Kapcsold ki! Jaj, a szörnyánk nem figyel, Peri! Mondd neki, hogy hagyja abba! Ez biztonságos? Nem. És most munkára fel. Ó, igen. Most már hinniük kell nekem. Többé nem fognak őrültnek nevezni. Mr. Smith! Ó, nem! Nem engedhetem, hogy így lásson minket! Nick, bújj el! Igen. Igen. Ó, nem. Ez csalás volt. Oké, Peri, elmegy! Jaj, Peri, ne mozdulj! Meg fogok halni! Dehogy fogsz! Megvagy, te kis vakarcs! Na mi van? Nem akarsz bunyózni? Na gyere csak! Azt hiszed, nem vagyok méltó ellenfél? Hát tudd meg, hogy nagyon kemény bunyós vagyok, bizony! Nesze! Nem védekezik, nem ellenkezik. Mi van vele? Nem vagy más, mint egy kis szájhős, igazam van? Egy apró kis tollas szájhős. Jaj. Hé, mi folyik a bokorban? Minden rendben, Peri. Elkaptam a szörnyeteget. Én vagyok a nap hőse. Hogy sikerült? Mindegy. Vigyázz, jön Lucy! Micsoda? Mi most aztán vég? Nincs semmi baj! Ha egyszer sikerült, másodszor is sikerülni fog! Ha? Csak ne engedd, hogy Lucy bejöjjön a házba, mert a szörnyetek darabokra tépi! Pedesz, Peri, én bemegyek! Viszlát, öreg barátom!
Szia, Lucy! Hello, apa! Mi van a kezedben? Ó, Ethel nénikét szeretné, ha az aranyhaláról is gondoskodnál. Ez egy víziragadozó! Sokkal félelmetesebbek, mint a vonkazoidok és a fuzzokok együttvéve. Mutassunk belőlük egy példányt a bolygó lakóknak, hogy megijedjenek! Inkább elhúzom a csíkot. Benne vagyok. Furcsa kutyák! És mi van, ha ez a lény valóban egy ártatlan aranyhal, ahogy mondták? Én nem vállalom a kockázatot. Te igen? Én? Viccelsz! Senki sem gondolja, hogy ezek a dolgok soha nem történtek meg. De ugyanakkor senki sem tudja bebizonyítani, hogy nem történtek meg. Ők a földön kívüli kutyák teljes életnagyságban.